Üdvözöllek! Ebben a videóban egy olyan böngészőről lesz szó, amely nagy mértékben segíteni képes a weboldalak készítését, különösen a responzív weboldalak készítését. Hát manapság, amikor ez a videó készül, már minden új weboldalnak mindenféleképpen responzív szemlélettel kell készülnie, ezért hát tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy minden weboldal készítése során eléggé hasznos tud lenni. Ez a Blisk nevet viseli ez a böngésző, ezen a címen érhető el. Ide kattintva le is tudjuk tölteni. Látható, hogy Windowshoz elérhető, de Mac és Linux rendszerekre is majd elérhető lesz. Ennek van számtalan funkciója, amely eléggé tudja segíteni a weboldalak készítését. Hát itt van egy videó, ezt meg is nézheted akár. Ez még erősen fejlesztés alatt áll, de már most is elég sok funkció elérhető, ami hasznos tud lenni. Itt látható egyébként egy lista. Ami csillaggal van jelölve, az még nem érhető el, de ezek is majd elérhetőek lesznek. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ezt le kéne találni és telepíteni. És mint mondtam, a responzív weboldalak készítését igencsak segíti. Amúgy a responzív weboldalak készítés az a videó tanfolyamon elérhető már egy teljes videó, egy elég részletes videó, itt a weboldalak készítés kategóriában. Responzív weboldalak. Hát ez igencsak részletesen ismertető a responzív weboldalak készítésének folyamatát. Na de akkor én már ezt telepítettem, ezt a Blisket, és hát ez így néz neki alapesetben. Látható, hogy nekem jelen pillanatban a saját gépemen van ez a weboldal. Amúgy ez megnyitva egy hagyományos böngészőben, ez így néz neki. Viszont látható, hogy itt a Blisk-ben, hát ez több részre van felosztva. Van ez a mobilos nézet, és itt rögtön vannak különféle eszközök, amit mi kiválaszthatunk, hogy megnézzük az adott eszközben. Ezt itt persze át lehet méretezni. Hát nyilván ebben az esetben nem ekkora monitort kéne használni, vagy kijelzőt, hanem azért ennél jóval nagyobbat, azért, hogy a hagyományos nézet is jól látható legyen, mert látható, hogy mivel responszív, hát igen, ez igazodik az aktuális felbontáshoz. Itt pedig magában az eszközben megnyitva, amit itt kiválasztunk, láthatjuk. Ennek megvan az a nagy előnye, hogyha most itt valamelyiken elkezdünk görgetni, akkor látható, hogy szinkronizálja a görgetést a telefonon is. De ha a telefonon görgetünk, vagy egyéb eszközön, akkor itt a hagyományos böngészőben is szépen görgeti lefele. Hát ez nem egy rossz dolog. Persze, mint mondom, ez nagyobb monitoron, kijelzőn igazán látványos. Itt van néhány dolog, először is nézzük meg ezt. Hát látható, hogy ez lenne az a lehetőség, hogy egyszerre görgesse a két nézetet. Hát ki van kapcsolva, akkor már ez nem így működik. Hát úgy gondolom, hogy ez így globálisan szerintem bekapcsolva, ez így megfelelő. Nagyon ennek így elsőre nem nagyon látom hátrányát, hogy egyszerre történik ennek a kettőnek a görgetése, de ki lehet kapcsolni. Illetve itt írják, hogy később majd ezt weboldalanként is lehet szabályozni. Aztán, ami még igencsak hasznos tud lenni, hogy ez, amikor módosítjuk az adott weboldal elemeit, például a CSS-t, vagy éppen magát a weboldalt, tehát a HTML-t, vagy akármit, akkor automatikusan ez itt mutatja a Blisk a változásokat. Ehhez ide kéne kattintani erre az ikonra. Látható autorefresh. És akkor ez úgy működik, hogy itt először is be kell állítani, ez mire vonatkozzon. Hát az aktív lap, az úgy gondolom az, hogy megfelelő lenne. És hogy doménre vonatkozóan, hát igen, most nekem itt a helyi gépen történik a fejlesztés, ezért hát azt is ismerte fel, hogy milyen file formátumokat figyeljen, tehát hogyha módosítjuk valamelyiket, akkor itt automatikusan lássuk majd a böngészőben is, és akkor hozzá kell adni egy mappát, amit ő figyelni fog az abban történt változásokat. Én most akkor ezt beállítottam, hát van ez a minta, nekem most itt van a minta weboldal, hozzáadtam, és hát akkor igazából ez így ennyi, azt mondjuk ennek, hogy save, és hát akkor innentől kezdve elméletileg, hogyha bármit módosítunk a fájlokban, a weboldalt alkotó fájlokban, akkor az itt rögtön látszik, majd nem kell nekünk itt frissítgetni. Hát akkor próbáljuk ki, megvan itt nekem nyitva egy HTML meg egy CSS fájl. Most ezt összerakom kicsibe, hát igen, látható, hogy tényleg azért ez egy inkább egy nagyobb monitort igényelne, de mindegy, azért meg tudom mutatni így is. Mondjuk itt van ez a szöveg, ez, és akkor itt valamit módosítgatok. Elmentem,
És látható, hogy igen, valóban, itt ez rögtön látszik a módosítás. Akár azt is megtehetjük, hogyha van két monitor legalább, akkor az egyik monitoron maga a Blisk van, a másik monitoron pedig a weboldalt szerkesztjük. Így tulajdonképpen anélkül, hogy nekünk mindig el kéne vándorolni a böngészőbe, anélkül tudjuk nyomon követni a módosításaink eredményét. Persze ez a CSS esetében is működik, mondjuk, hát... Beállítok itt egy színt, például piros, és akkor elmentem, és látható, hogy rögtön látszik a módosításnak az eredménye. Tehát ez már önmagában egy eléggé hasznos dolog, én úgy gondolom, és elég könnyen is beállítható, hogy ez használható legyen. Hogyha erre nincs szükség, akkor persze ezt így össze lehet húzni egészen kicsire, sőt ezt is be lehet így zárni. Így látható. És akkor hagyományos böngészőként tudjuk használni, de egyébként minden funkciójával együtt. Ha kattintunk jobb egérrel, akkor látható, hogy Inspect Element. Ilyenkor ez a fejlesztői eszköztár, ez megnyílik. Ezt tudjuk rögzíteni, hogyha ide kattintunk, és akkor látható, hogy itt van egy Dockside. Ez a külön ablakban jelenleg, de az aljához is tudjuk rögzíteni, hogyha valakinek ez kényelmesebb, és akkor hát ezzel a mutatóval ki tudunk választani egy-egy elemet, és ezt akár itt dupla klikk után tudjuk módosítani, majd mellé kattintunk. És akkor ez itt módosításra kerül, persze magában a fájlban nyilván nem. Nyomok egy F5-öt, és hát látható, hogy eltűnt a módosítás értelemszerűen. Ugyanezt, most ezt kinyitom, és visszahúzom, megtehetjük a mobilos nézetben is, látható Inspect. Ennek külön megnyílik egy ilyen fejlesztői eszköztár. Ettől függetlenül használható. Hát gyakorlatilag ugyanúgy egyébként látható, itt van ez a mutató, itt ki lehet választani, és akkor itt az elemeket, azok tulajdonságát tudjuk vizsgálgatni, vagy akár éppen módosítgatni is tudjuk, hogyha valamilyen módosításra szükség volna. Hát igazából itt vannak még egyéb beállítások is, Blisk Setup. De látható, hogy itt egy csomó mellett, a csomó funkció mellett azon, hogy soon, tehát hogy hamarosan. Ez az automatikus frissítés, ami elérhető, meg a scrollozás, a görgetés, szinkronizálása. De látható, hogy lesz majd lehetőség például a screenshotok, tehát ilyen képernyő mentések készítésére, vagy akár video captures, tehát videók készítésére. Ezzel nyilván egy problémát nagyon könnyen tudunk majd prezentálni másoknak is például. Aztán van ez az analitika. Hát ezt itt mutatják is egyébként a Blisk oldalán. Itt van látható. Látható például a hibák, aztán az oldal betöltődési sebessége is még egyébekre vonatkozóan. Meg hát nyilván ez majd folyamatosan bővülni fog, hát most még fejlesztés alatt áll, ugyanakkor ez az automatikus frissítés már most is eléggé hasznos, illetve ez a nézet, amikor egyszerre látjuk a mobiltelefon vagy egyéb eszközt, hát ez sem egy haszontalan, én úgy gondolom, mindenféleképpen hasznosnak mondanám ezt is, de ehhez azért nem árt egy nagyobb monitor, egy nagyobb kijelző.